kifogás alapvetően arra irányult, hogy Cseresnyés Péter a Batthyány gimnáziumban laptopot osztott, tulajdonképpen egy EU-s pénzből vásárolt laptop osztáson vett részt, és önmaga is képviselő jelöltként részt vett ezen az eseményen, kampányidőszakban történt ez már. Több olyan jogszabályi hivatkozást is beírtunk a feljelentésbe, vagy a kifogásba, ami tulajdonképpen szerintünk meg lett sértve ezzel a tevékenységével, és ezt adtuk be a helyi választási bizottsághoz, az Országos Egyéni Választókerületi Bizottsághoz itt helyben, aki a kifogást elutasította annak kapcsán, hogy ugye pénteken történt az esemény, ami a kifogást múlt szerdán, tehát 5 nappal később adtuk be, és 3 nap van erre. Ugyanakkor mi azt mondjuk, hogy maga a jogsértés az azáltal is megvalósult, hogy az Alai Hírlap, illetve az aol.hu felületein, továbbá más internetes portálokon is a mai napig látható ez a hír, ez a tudósítás. Így, és ez a tudósítás ezekre a felületekre hétfőn, illetve kedden került fel, mi a kifogást szerdán adtuk be, tehát tulajdonképpen szerintünk benne vagyunk a határidőben. Épp ezért fellebbezést nyújtottunk be a döntés ellen a Nemzeti Választási Irodához, Nemzeti Választási Bizottsághoz, és ha kell, és szükséges, és lehetséges, akkor, és a Nemzeti Választási Bizottság elutasítja a fellebbezésünket, akkor a kúriához is fordulni fogunk 3. fokon is. És mikor a várható ennek amúgy az eredmény? Ez napokon belül várható. Elég gyorsan dönt, 3-4-5 napja van a döntésre, ugye attól függően, hogy hogyan érkezik be a kifogás, illetve annak a fellebbezése, és elég gyorsan pár napon belül születnek a döntések ezekben az ügyekben, ilyenkor választási időszakban ezek kiemelt fontosságúak, ezért pár napos határideje van minden szervnek dönteni róla.